A rádió konyha hallgatói már megszokhatták, hogy nem csak és kifejezetten a főzésről és a konyháról beszélünk ebben a műsorban, hanem minden arról, ami a háztartáshoz hozzá tartozik, és hát ami nagyon szorosan hozzá tartozik, az ugye a költségek. Éppen ezért Csatos Erika, az állomjövő Pénzügyi Tervező Iroda pénzügyi mentora a vendégem. Szia Erika, üdvözöllek végre személyesen! Szia Piros, nagyon nagy szeretettel köszöntelek, és szeretettel köszöntöm a hallgatókat is. És hát végre egy hűtött stúdióban van szerencsénk találkozni. Amit most nem csak a személyesség miatt mondok, hanem amiatt, hogy belecsaptunk a nyárba. Abszolút. Ugye a határok is megnyíltak, tehát én nagyon úgy látom, ráadásul mindenki boldog-boldogtalan péntek délután neki indul a balatonnak, vasárnap pedig ugyanezt, vagy hétfő reggel hajnalba visszafele. Megteszi a lényeg, hogy elkezdtünk nyaralni. Mik azok a dolgok, amikre érdemes odafigyelni, és itt például én már rögtön azon gondolkoztam, hogy igen, régebben én figyeltem a last minute akciókat, mert hogy az jó tud lenni akár egy repülőjegy foglalásánál, vagy akár egy szállás foglalásánál, hogy ez ma még létezik, ez a fogalom lehet ezzel még spórolni? Igen, ehhez a fogalomhoz még társul egy másik, az early bird, ami azt jelenti, hogy Korán időben foglaljuk le az utunkat és erre kapunk kedvezményeket a szállodáktól. Ugye ezt általában januárba, februárba tudjuk megtenni, tehát erről már lekéstünk, de a Last Mini-utak esetleg rendelkezésre állhatnak. Habár én nem biztos, hogy várnék egy Last Mini-útra, hanem inkább megnézném azt, hogy milyen lehetőségek vannak, és a mondjuk így az okos nyaralás kapcsán esetleg a különböző oldalakon összehasonlítanám a szállodák árát, és ez alapján választanám ki. Tudod, van egy ilyen mondás, és én ezt nagyon szeretem, hogy nyáron kinyílnak a szívek, és kinyírnak a pénztárcák, de azért szerintem nagyon fontos lehet az, hogy csak olyan mértékben nyissuk ki a pénztárcánkat, hogy az év második felének a költségvetését ez ne veszélyeztesse. És az egyik ötletem pont az volt, hogy nem mindenkinek kell főszezonban nyaralni menni. Tehát fiatal házasok, ahol még nincsen gyermek, vagy kisgyermekesek, akik még nem járnak iskolába, vagy mondjuk, akik már nagyon régen szeretik egymást házasok, és ki Repültek a gyerekek, és végre, De kettesben, végre kettesben nyaralhatnak. Érdemes végig gondolni ezt a szeptemberi nyaralást. Nagyon komoly kedvezmények vannak a szállásokra, és nagyon komoly kedvezmények vannak már a különböző szolgáltatásokra. Tehát legyen a strandbelépő ára, legyen szó erről, vagy mondjuk az éttermekről. Lehet-e például akár azzal is spórolni, hogy most a következő nyaralást kezdjük már eltervezni, vagy szervezni mondjuk, amíg ott vagyunk az adott helyszínen? Akár ezt is lehet, és ami nagyon-nagyon jó ötlet benne, hogy nem tudom, hogy ki élt azzal a lehetőséggel, hogy egyszer úgy igazából végig és vezette a nyaralás költségeit. Mert hogy én mindig azt mondom, hogy mindenben érdemes előre tervezni, a nyaralásban is érdemes előre tervezni, mert csak azért is, hogy mondjuk nyaralás közben félúton ne fogjon el a mm. Tehát, hogy, hogy érdemes előre megtervezni, hogy mivel megyünk, autóval vagy repülővel mennyibe fog kerülni. Érdemes végig gondolni azt, hogy milyen úti pályad, út, út pályadíjak vannak. Érdemes végig gondolni például, ha szigetekre megyünk, akkor mondjuk a kompnak uh -huh. micsoda költségei vannak, és folytathatnám még a sort. Ezt a nyaralást felhasználhatjuk arra, hogy most, ha minden költségünket vezetünk, akkor lesz egy pontos számunk arról, hogy mennyibe kerül ez a nyaralás, és akkor gyakorlatilag a következő évi nyaralás, megtervezéséhez már egy nagyon jó támpontot tud adni. És amit én mindig szoktam szajkozni, hogy mi lenne, hogyha a következő évi az egész évet kihasználnánk arra, hogy indítanánk egy nyaralásborítékot, és ezt az összeget leosztanánk 12-vel, és minden hónapban betennénk akkor összeget ebbe a borítékba, hogy mire jövő évben június lesz, vagy július lesz, gyakorlatilag annélkül a rendelkezésünk rájön ez az összeg, hogy hozzá kelljen nyúlni az a havi bevételhez. Jaj, ezt a tanácsodat nagyon szeretem ezt szerintem nem tudjuk eleget hangsúlyozni. De itt már elkezdtél egyébként utalni arra, hogy minden nyaraláson vannak rejtett költségek, és így például már említetted, hogy igenis kalkuláljuk ki pontosan, most már az internet segítségével gyakorlatilag mindent meg tudunk előre nézni, de hogy akkor kalkuláljuk ki pontosan, hogy mennyi lesz az úti költség, de mikre tudunk még ott figyelni, milyen ilyen hirtelen a semmiből előbukkanó költségek jöhetnek még szóba. Először is tisztázni szeretném, hogy az okos nyaralás az nem azt jelenti, hogy spórolunk és a fogunkhoz berik a garast. Ezt Hiszen nagyon mondják azt, hogy végre elmehetek nyaralni, hát csak nem itt fogok spórolni. Az okos nyaralás az azt jelenti, hogy a felesleges költségektől meg kíméljük a családi pénztárcánkat. Például a felesleges költség lehet az, hogyha nem figyelünk oda a csomagolásra. Szerintem nem kell mondani a hallgatóknak, hogy mennyivel drágább a strandon megvenni a fürdőruhát, amit ott hagytunk a gyereknek. Vagy mondjuk, mondjuk nem viszünk magunk, itt hagyjuk a telefontöltőt, amellett, hogy bosszankodunk, mert mondjuk telefon nélkül maradunk, és Utána ez sem kevés pénzbe kerül. De felesleges költség lehet az, hogyha azt mondjuk, hogy már pedig mi nem viszünk mondjuk a strandra a hűtőtáskát, mert az olyan ciki. A gyereket csak az érdekli, hogy legyen, legyen. hideg víz, hogyha ő szeretne. Tehát szerintem ezzel például nagyon sokat lehet spórolni, hogy igenis kivisszük, viszünk bele gyümölcsöt, teszünk bele ásványvizet, szembicseket, és amellett, hogy mondjuk egyszer fagyizunk a strandon, amellett mondjuk igenis belenyúlunk a hűtőtáskába. Hát és akkor még nem is beszélünk beszéltünk azokról a, a, költségekről, amik viszont a nem várt költségek, tehát nem is a rejtett, hanem inkább a nem várt költségek, egy baleset, egy kórházi ápolás, egy bármi ilyesmi. Nagyon-nagyon fontos dolog, hogy az ember utasbiztosítás nélkül nem menjen el egy nyaralásra. Hogyha mondjuk egy külföldi nyaralásról beszélünk, és egy négytagú család elmegy egy hétre a tengerparthoz, akkor az általában alsó hangon 3-500 ezer forintba kerül. Ehhez képest egy ehhez kötött utasbiztosítás ára 30 ezer forint. Tegyük be a nyaralás költségeibe az utasbiztosítást, ugyanis ha baj történik velünk, abban az esetben a sok-sok száz -sok eurót nem a családi költségvetésünkből kell állni, hanem a biztosító fog helytállni helyettünk. És itt az utasbiztosítással kapcsolatban én szeretném fölhívni a figyelmet, hogy nem csak, belföld, nem csak külföldre, hanem belföldre is lehet utasbiztosítást kötni. E, és itt egy nagyon fontos dolog, ugye Magyarországon belül is több száz kilométer tudunk utazni az egyik mondjuk győrből, nyíregyházára, és nagyon nem mindegy, ha valami baj történik velünk, akkor a biztosító állja a költségeinket, vagy mondjuk a nyaralás költségeiből kell ezt fedeznünk. Külföldel kapcsolatban mondjuk nem sokan tudják, hogy az utasbiztosítások jó részében van sztornóbiztosítás. És nagyon nem mindegy, hogy mondjuk egy befizetett, előre befizetett utazás mondjuk egy betegség vagy baleset miatt a biztosító fizeti ki helyettünk, hogyha nem tudunk elmenni az útra, vagy gyakorlatilag elveszett költségekről beszélünk. Vagy belfölddel kapcsolatban egy tök egyszerűt mondok, kirabolnak bennünket a strandon. Vagy ját, uh -huh. És ebben az esetben is van olyan utásbiztosítás, ami téríti a kárunkat. Tehát érdemes előre végignézni, és egy picivel több költséget rászánni a nyaralásra, hogy tényleg felhőtlenül élvezhessük azokat a napokat.